2023. július 29-e van. Itt vagyunk Zákányszéken. Egy jó hónappal ezelőtt, egészen pontosan 36 nappal ezelőtt egy igencsak komoly, hosszú nap során jártunk már itt Zákányszéken, és pecsételtünk a kék túra füzetbe, de akkor 36 nappal ezelőtt itt abba hagytuk ideiglenesen a kék túrai vándorlásunkat, és most hát visszatértünk, hogy Zákányszékről Szatymasz felé induljunk a kéken. Zákányszéket elhagyva a kékjelek Bordány felé invitálnak bennünket. Ez szerint a kék túra kiadvány szerint a Bordányig tartó táv 6,4 km hosszú, és végig aszfalton vezeti a vándort. Viszont a közelmúltban megváltoztathatták a kékjelzést, hiszen mint már most is látjuk, most is egy homokos talajú utakon fogunk átmenni Bordányba. Ez abban a szempontból mindenképpen jó, hogy nem a kellemetlen aszfaltot kell taposnunk, viszont más szempontból kellemetlen, mert így a Bordányig tartó táv majdnem 2,5 km-rel viszont hosszabb lesz. Szóval ez egy elég kellemetlen meglepetés, és hát ebből is látszik, hogy ez egy nem egy régi kiadvány, hogy ez a pár év alatt is mennyit változhat a kék túrának az útvonala. Hogy a kemény aszfalton vagy a süppedős homokon jobb gyalogolni, nehéz eldönteni. Ezen az új kék túra úton minden esetre rettenetesen süppedős, homokos utakon kellett haladnunk. Alföldi útunk eddig leggyötrelmesebb homoki szakasza várt ránk. Nem győztük viszont csodálni a sívó homokon gondozott gyümölcsöseket, veteményeseket. A rendszeres öntözésnek köszönhetően paradicsomi körülmények alakulnak ki, még az ilyen kietlennek tűnő homokpusztákon is. Ilyenkor döbbenünk rá, hogy milyen nagy kincs is tud lenni a víz, melyet az emberiség sajnos sokszor nem igazán becsül meg. Szeged közelségét jelzi ez az évszázados napsugaras deszkaoromzatú tanyasi épület. Hazánk egyik legkedvesebb madarai, a fehér gólyák nem sokára végeznek az idei évi fióka neveléssel. Jó egy hónap múlva megkezdik hosszú útjukat Afrika felé. A magyarországi gólyák a Boszporusz felé indulnak el, és a Szaharán átrepülve Közép- és Kelet-Afrikában telelnek. Némelyik példány viszont meg sem áll Dél-Afrikáig. Egyre nehezebben haladunk a homokon. A régi kék úton az aszfalton autókat kerülgetve sem lenne sokkal kellemesebb a menet, de azon legalább gyorsabban jutnánk el, Bordányba. Bordány rendkívül gazdag gyümölcs- és zöldségtermesztési kultúrába rendelkezik, és különösen népszerű határában az őszi barack termesztése. Sok helyen jártunk már az országban, de ilyen sok és szépen gondozott barackültetvényt sehol sem láttunk. Elképzelhetjük, hogy tavasszal milyen pompás látványt nyújthatnak, mikor virágzanak. Hivogatóan piroslanak már a gyümölcsök, nehéz megállni, hogy ne kóstoljunk belőlük. Hát még nem érett, pedig olyan szépen nézett ki a fán. Bordány és a szomszédos Zsombó, amerre a kék túra is halad, már nem tartozott a szegedi tanyavilághoz. Dorosma, Kiskun, mezőváros, dűlői voltak. Bordány területén már a 18. század végén számos mezei gazda megtelepedett. 1950-ben vált külön Kiskun Dorosmától. Hú, de megszenvedtem ezért a pecsétét, jó Isten. Csak nem úgy sikerült? De így sikerült, hát az jó.
Bordány és Zsombó környékén több helyen láttunk szilva ültetvényeket is. Lassan a szilva is beérik. Kettő, hat darab, hét. Hát van itt majdnem 10 nyúl. Ezek fiatal nyulak lehetnek. Zsombó neve a forró személy névből és a Zsombó szegedi tájszóból keletkezett, mely a zsombék alakváltozata. A település határában igen sok vizenyős, zsombékos terület található. 1950-ig Kiskundoros matanya központja volt, ekkor önállósult. Bordányhoz hasonlóan szintén gyümölcs termesztéséről híres. A Mária téren álló római katolikus plébánia templom 1925-ben épült Kisboldogasszony tiszteletére. Ide fel kellett. A Zsombó? Uh-huh. A miért Zsombornak A művelődési ház előtti diszkút Máté István alkotása. A halacskák és a siklók Zsombó vizenyős határát jelképezik. Az őszi barack mellett a földi eper termesztése jellemző erre a környékre. Sok helyen láttunk szépen gondozott epreseket is. Egy halastóhoz érkezve felsejlik az M5-ös autópálya nyomvonala. A kék jelek egy kis ideig, Szeged irányába haladva, az autópályával párhuzamos ösvényen vezetnek. Most már Szatymasz határában járunk. A homokos talajú földeket szőlővel és gyümölcsfákkal 1830-tól kezdték betelepíteni, a Szeged felsővárosról és Szeged Rókusról ide települtek. Így a szegedi tanyavilág részévé vált a település. Végre átkelünk az M5-ös felett. A Budapesttől a Ruszkai határátkelőig vezető autópályát a 70-es évek legvégén kezdték építeni, a szerb határt 2006 márciusában ért el. Ez volt a második hazai sztráda, amely elérte az országhatárt. Íme egy szép nagy paprika ültetvény Szatymasz határában. Itt már Kalocsán is említettük, Szegeden termesztettek az országban először paprikát. Így a város és környéke lett a fűszerpaprika, mint a hazai gasztronómia nélkülözhetetlen elemének bölcsője. Szatymasz nevét először 1213-ban említik az oklevelek Zotmaszként. Neve török, más vélemény szerint Kunt családnévből származik. Egy második József korabeli térképen a Szeged Kistelek közti postaállomás Lóvátúlhely neveként szerepel. A településen halad át a Budapest-Szeged vasútvonal is. A szatymazi vasútállomás tökéletes választás ahhoz, hogy a vándor megszakítsa az alföldi kék túrát. Köszönöm, hogy ez. Nem biztos ez.
Augusztus 11-én, pénteki napon tértünk vissza Szatymazra. Ezúttal nem a kékjeleket követjük, hanem kitérőt teszünk Szegedre. Csongrád Csanád vármegye székhelye igen közel van a kék túra útvonalához, de mi a város környékén egy nagyobb utat terveztünk be, hogy érintsük Magyarország legmélyebben fekvő pontjait. Szatymazt egy gyérforgalmú autóúton hagytuk el. Na most jól ide jöttél, hát fölöslegesen jöttél ide. Szia öreg! Tele vagy légyen. Szia! A Szatymazhoz tartozó János szállást is magunk mögött hagyva letérünk az aszfaltról. Legnagyobb meglepetésünkre sóvirágokra lettünk figyelmesek, melyekkel már találkoztunk Miklapusztán is. Nem védett területen járunk, mégis micsoda növénykülönlegességgel örvendeztetett meg minket ez a mező. Az Algyói főcsatorna után nem sokára átkelünk a Szegedet elkerülő Makó és a román határ felé tartó M43-as autópályán. Az autópályát is magunk mögött hagyva már Szeged területén járunk. Felbukkantak a Szegedhez tartozó Kiskundorozsmának a házai. Kiskundorozsma leghíresebb látnivalója a cékusféle szélmalom. A Fájok falu malmot egy cékus nevű gazda építette 1821-ben. Cékus Andortól 1900-ban Faragó György vette meg. 1949-ben halálakor leálltak a malom vitorlái. Használaton kívül elhanyagoltan állt, míg 1970-ben összeroskadt. Többszöri felújítást követően 2011-ben ismét működőképessé vált. 1905-ben még 23 szélmalom volt Dorozsmán. Ma már ez az egyetlen, a környéken. Dorozsma neve először a Dömösi Préposság 1138-ban kelt adomány levelében szerepel. Már a 13. században monostora volt. A falut a törökök lerombolták, a monostor köveit a szegedi várba építették be. A helyiek szerint innen származik a szegedi Dömötör torony falába beépített kőbárány is. Az elnéptelenedett pusztára 1718-19-ben Orci István, a Kunok főkapitánya jássági családokat telepített, majd Heves és Nógrád vármegyei családok települtek le. Kiskun kerülethez tartozó Dorozsma 1876 óta Csongrád vármegye része. 32 ezer holdas határában több mint 10 ezer ember élt. A tanyaközpontok Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó 1949-50-ben önálló községekké váltak. Kiskundorozsma pedig 1973 óta Szeged város része. A városias polgárházak és a hatalmas magtárak az egykori tanyavilág mementói. Dorozsmát elhagyva, sokáig a Mattyér-Fehértói csatorna mellett kell haladnunk déli irányban. A csatorna partján sok helyen a virágkáka látványos virágzatában gyönyörködhetünk. A vízben pedig kinyíltak a különböző tündérrózsák. Az 55-ös úton át keverjük el a Mattyérből felduzzasztott nemzeti kajakkenu és evezős olimpiai központot. Az evezős pályát 1979 és 1981 között készítették el. A pálya hossza 2400 méter, szélessége 140 méter.
A 2011-es kajakkenu VB-re a központot teljesen felújították. A 2018-ban újabb felújítás kezdődött. Az Osztó-szigethez 130 méteres hidat építettek, így a pálya triatlon versenyek lebonyolítására is alkalmas lett. Fedetté tették a főlelátót, megújult a céltorony, a sajtóközpont és a versenypálya infrastruktúrája is. Az ötös főutat is keresztezve, ez a kellemetlen, kővel felszórt út vezet be Szent Mihályra. Szent Mihály már egy 1522. évi tizedjegyzék szerint is Szegedhez tartozott. Korábbi elnevezése Szent Mihály telep volt. Szántóföldjein elsősorban dohányt és paprikát termesztettek. A 20. század elején paprika kikészítő, paprikaörlő malmokat létesítettek. A központjában kiállított malomkő ennek a tevékenységnek állít emléket. A roncsautók jelzik, hogy ismét közel járunk a szerb határhoz. Szent Mihálytól búcsúzva kelünk át a gyálói Holt-Tiszán. Egykor itt a Tisza kanyargózott. A Tisza mentén élő embereknek mindig is nagy problémát jelentett a Tiszának a viszonylag gyakori és kiszámíthatatlan áradása, ezért a 19. század második felében elkezdték szabályozni a Tiszát. Szegedtől délre volt a Tiszának a 90. átvágása, és ezzel az átvágással született meg a gyálói Holt-Tisza. Ez a Holt-Tisza szakasz 19 km hosszú, és a Tiszának a folyószakasza mintegy 11 kilométerrel rövidült. Jézus fasza! Az előbb innen ugrott ki egy óriási hal, melyet igencsak megijedtem, és ezért voltam az előbb kissé vulgáris. Kis ideig a Holt-Tiszával párhuzamosan haladunk déli irányban. A keleti látóhatárt záró erdősáv már a Tisza völgyét jelzi. A Holt-Tisza túlpartján már röszke házait láthatjuk. A szántókon rengeteg gémet is láthattunk. Itt éppen vörös gémek figyelnek minket. Most már Gyálaréd környékén járunk, így igencsak eltávolodtunk Szegedtől. Gyálaréd viszont kitérünk egyik legfontosabb állomása. Ahogy ezen a mezőn járunk, nem sok különöset lehetne itt így első látásra elmondani. Amott egy napraforgó tábla, itt egy kis szikkadt tarló, ebben az irányban pedig egy ilyen gyomos náddal kevert vizenyős rész van. Pedig valójában ez a terület Magyarországnak egy fontos pontja. Ugyanis 75,8 méteres tengerszint feletti magasságával a Ludvári dűlőnek nevezett mezőrész, mely Gyálarétől délre található, ez a legmélyebb pontja az országnak. És hogy miért nem látunk itt semmilyen emlékművet? Hát egész egyszerűen azért nem, mert nagyon sokáig már a Tisza túloldalán levő Tisza-szigeten hitték Magyarországnak a legmélyebb pontját. Ott a mai napig láthatunk egy emlékművet. Ám 2007-es műholdas mérővizsgálatokkal kiderítették, hogy ez a pont valójában így Gyálarédtől délre található. Ha most a kékes tetőt közvetlenül az orrunk előtt magasodna, akkor több mint 938 méterrel tornyosulna fölénk.
mint az ország legmagasabb pontja. Gyálarét környékén már a kőkorszakban is éltek emberek. 1965-ben a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársai ásatásokat folytattak Ludváron, ahol egy 7700-7800 éves település nyomaira bukkantak. Innen kerültek elő az úgynevezett körös kultúra legkorábbi leletei. A leghíresebb lelet a ludvári Vénusznak elkeresztelt 16 cm-es termékenység szobor, mely ma a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban látható. Gyálarét határába érve kapaszkodunk föl a Tisza gátjára. A Szekszárd indulástól körülbelül 416 km barangoltunk alföldi tájakon, mire megérkeztünk a Tisza partjára. 962 kilométeres hosszával a Duna leghosszabb mellékfolyója. Magyarországi szakasza 597 km hosszú. A Tisza két forrásból ered, a keleti Kárpátokban, Ukrajnában, Kárpátalján. A Fekete és a Fehér Tisza Rahó közelében egyesül, határfolyóként érinti Romániát és Szlovákiát. Tiszabecsnél lép hazánk területére, és Gyálaréttől délre folyik Szerbiába. Szerbiában, a Vajdaság szívében, Titelnél torkollik a Dunába. Mivel a Tisza Közép-Európa legnagyobb síkságán, az Alföldön folyik keresztül, folyása lelassul, és rengeteg kanyart, mellékágat alakított ki, így gyakoriak voltak az áradások. A Tisza szabályozása előtt a folyó hossza 1419 km volt. A szőke Tisza jelző a folyó színére utal, ami a vizében lebegő hobok és iszap következménye. A gáton északi irányban haladunk folyással szemben. Most már Szeged felé tartunk. Ez itt a szegedi téli kikötő. A kikötőben egy szabályos uszály temetőre bukkantunk. Régóta itt rozsdásodhatnak, hiszen fedélzetükön valóságos vízikertek alakultak ki. A kikötő után ismét letérünk a Tisza partjára. Az ösvény óriási nyárfák közt halad a tiszai ártérben. Sok helyütt a vadszőlő és a komló dzsungelszerűen beborítja a partokat. Ezt a partszakaszt Boszorkány-szigetnek nevezik, ahol a hírhet szegedi Boszorkányper zajlott le. Az 1720-as években szárazság, éhínség és járvány tombolt Szegeden, és a városi lakosok bejövő panaszaira egyfajta probléma megoldásként kihirdették a Boszorkánypert. 18 embert ítéltek el boszorkánysággal. A gyanúsítottakat próbáknak, kínzásoknak vetették alá, a kínvállatások során többen elhunytak vagy végeztek magukkal a tömlőcükben. A végső ítéletet 1728. július 21-én hozták meg, és július 23-án hajtották végre. 12 embert, 6 férfit és 6 nőt kötöztek ki, ezen a helyen leszúrt 4 karóhoz, és egyszerre elevenen égették el őket. A legenda szerint a hely elátkozott, a helybéliek sokáig nem mertek a közelébe sem menni. A Boszorkány-szigettől még jó 2 kilométert kellett haladnunk a gáton, mire megérkeztünk a szegedi belvárosba. Mai napi túránkat a szegedi vasútállomásnál fejeztük be, az Indóház téren, ahol lefoglalhattuk szállásunkat is a Borsa apartmanban. S hát íme a lakás. Lényegében minden van ebben a lakásban, ami kellhet egy fáradt vendégnek. Hát egy a probléma, hogy egy szobában alszunk a Tibivel. És hát nem tudom, hogy az éjszakát hogy fogjuk tudni elviselni horkolásunkkal.
És hát ez a szálláshely számunkra nagyon kaporra jött, ugyanis a mai napi túránkat pont itt a vasútállomáson fejeztük be. És hát milyen romantikus a kilátás innen az erkélyről. És lezuhanyoztunk, kicsit pihentünk. Szerintem mi bemegyünk a városba valamit vacsizni. És hát az is egy jó dolog ebben a szállásban, hogy zárt helyen tudunk parkolni itt a ház mögött. És hát innen is láthatjuk, ez lényegében egy modern építésű társasház. Még a beállás nem olyan egyszerű. Nagyon ki van centízve, eléggé kicsike a kapu. Úgy kell centízni a beállást ide az udvarra. Főleg egy ilyen nagy batárral. Augusztus 12-e korán reggel. Itt az Indóház tér 5-ös számban van a szállásunk, az az erkélyünk ott az első emeleten. Egy másik mélypont is van Szeged közelében, de már a Tiszántúlon. Ezért úgy döntöttünk, hogy augusztus 12-én átgyalogolunk Tisza-szigetre is, mielőtt ismerkedni kezdenénk Szegeddel. Ahhoz, hogy a Tiszán átkeljünk, a belvárosi hídig kell sétálnunk a Tisza parton. Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza, tartja a régi mondás. Szeged a Tisza fővárosa. Ha a lakosságszám nagyságát nézzük, a harmadik legnagyobb városunk. A város létét és gyors fejlődését a Szőke folyónak köszönheti, de az áldásos folyó olykor valóságos istencsapása is volt a városnak. Segesdi György alkotása, az Árvízi emlékmű az 1879-es tiszai áradásnak állít emléket. Akkor a város 265 háza élte túl a katasztrófát, 5,500 épület dőlt a hullámsírba, 75,000 ember lett hajléktalan, és csak nem 150-en haltak meg. Az áradás után Szeged új életet kezdett. Új tiszai partfal készült, és megerősítették a várost közvetlenül védő körtöltést. A tiszántúli új Szegedet egyesítették Szegeddel. Lechner Lajos körutas sugáratos, párizsi mintát felhasználó terve alapján egységes arculatú város épült. A bécsi, a moszkvai, a londoni, a párizsi, a berlini, a brüsszeli és a római körutak azon városokról lettek elnevezve, akik segítették Szegedet az újjászületésben. A belvárosi híd is az újjáépítés során készült 1880 és 1883 között Feketeházi János és Gustav Eiffel tervei alapján. Ezen a hídon végig sétálva kelünk át vándorlásunk során először a Tiszán. Az alföldi kéktúra során még kétszer is át fogunk rajta kelni. A parton egy kis kócsak keresi napi betevőjét. A nagy kócsaktól jóval kisebb termete és fekete csőre különbözteti meg. Ez a 6 méteres homokrokodil már az újszegedi oldalon látható a lapos Szabos strandján. Szívós Sándor helyi homokszobrász évek óta megépíti az óriás krokodilt. Sajnos az augusztus elejé viharos időjárás már kissé megviselte az óriás hüllőt. Érdekes alkotás az újszegedi Pénzes Kárász is. 2006-ban avatták fel a Szekszárdon élő, de szegedi születésű Farkas Pál szobrász művét. A történelmi pénzérméket viselő stilizált halfigura a tiszai halászatnak is emléket állít. Mielőtt Újszegedtől búcsúzva folytatnánk menetelésünket Tisza-sziget felé, mindenképpen érdemes kitérni a Szegedi Egyetemi Füvészkert felé, mely a város egyik kihagyhatatlan látnivalója. A füvészkertet Györfi István professzor alapította, akit az első világháborút követő román megszállás miatt a Kolozsvári Egyetemről jött Szegedre, és itt az újonnan megnyílt Szegedi Egyetem első botanikus tanszék vezetője lett. Az egyetemi növénytani oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges volt más tájak, más országok, világrészek növényzetének bemutatása. Így kért a várostól területet a füvészkert alapításához. Mélyfekvésű, hajdani, tiszaártéri területet kapott 17,5 hektáron.
A több mint 100 éves füvészkert a botanika és kertészet iránt érdeklődők valóságos kincsestára. Se szeri, se száma a különlegesebbnél különösebb növényeknek. Itt például egy különös borostyángyűjteményt tekinthetünk meg. Érdekes látnivaló a gyógynövényeknek a gyűjteménye. Sok olyan növénykülönlegességet is láthatunk itt, melyek élő kövületeknek számítanak. Az évmilliók alatt külsejük alig változott. Ez a hegyi mamutfenyő még csemetének számít. Ős hazájában, Kaliforniában, majdnem 100 méter magasra és 1000 tonnásra nő. Akárcsak a mamutfenyő, a szecsuáni ősfenyő is élő kövületnek számít. Ez a példány hazánkban a legöregebb ősfenyő. Felfedezésének története rendhagyó. 1941-ben harmadkori rétegekben fedezték fel kövületként, majd 1948-ban a Yangtze partján találtak rá élő képviselőire. A kert legkülönösebb megjelenési fája talán a chilei araucária, mely szinte semmit sem változott a dinoszauruszok kihalása óta. A füvészkertben láthatjuk a hazai flóra néhány különlegességét is. A gimpáfrányok számunkra ismerősek. Kéktúrai kalandozásaink során a bakonyban, a zselicben és a mecsekben is láthattuk aragos zöld leveleiket. A fűfafélék családjába tartozó genyőte vagy királyné gyertyája látványos, 1 méteres magasságot is elérő növényünk. Hazánkban főleg a Kemeneshát és a Dunántúl délnyugati részén fordul elő. A zselicből és a mecsekből származó ismerős a szúrós csodabogyó, mely egy mediterrán jövevényfaj. A vizenyős területeket kedvelő zsúrlók első ránézésre közönségeseknek tűnnek, pedig legalább annyira élőkövületeknek számítanak, mint például az araucária. A karbon időszakban fatermető képviselőik hatalmas erdőket alkottak. Híres a füvészkert rózsakertje is, mely a virágzás idején a kert egyik leglátványosabb része. A füvészkertben számos üvegházat is megtekinthetünk. A pálmaházban a trópusi esőerdők flórájával ismerkedhetünk. Igen nagy és látványos gyűjteménnyel képviseltetik magukat a rovarvilág félelmetes ragadozói, a húsevő növények, melyek közös jellemzője, hogy nitrogénben szegény helyeken nőnek, és nitrogén szükségletüket a rovarok elfogásával pótolják. A kancsókák talán a leglátványosabbak. A kancsó belsejében maró folyadék van, mely a kancsó pereméről belecsúszó állatkákat segít megemészteni. Dél-Kelet-Ázsiában vannak olyan óriások is, meg medencéjében elpusztult patkányt is találtak. Vénusz lépcsapójának neve találó. Ha egy rovar a belsejében érinti az érzékelő szőröket, csapdaként ejtik fogságba. A ragacsos nyúlványokkal rendelkező harmadfüvekkel még hazánkban is találkozhatunk. Két túrázásaink során az őrségi szőcén volt hozzájuk szerencsénk. Gyönyörködhetünk a bromíliák szépséges virágaiban is. A bromíliák jellemzője, hogy leveleik tövében az esővíz kis medencékben gyűlik össze. Az esőerdők állatainak nélkülözhetetlen vízforrásnak számítanak a bromíliák, sok faj az ilyen medencékben éli le életét. Egy másik üvegházban a kaktuszok és posgások lenyűgöző formagazdagságával ismerkedhetünk. Sokan azt hiszik, hogy a kaktuszok a föld összes sivatagának jellegzetes növényei, pedig valójában előfordulásuk kizárólag az Újvilág sivatagaira korlátozódik. A klímaváltozás miatt viszont már az Alföldön is egyre több helyen felbukkannak a kertekből tova terjedt fügekaktuszok. Különleges és hatásos álcája van a sivatagi kavicsvirágoknak. Egy lepkekert is van a füvészkertben, ahol a trópusok szépséges pillangóikhoz sétálhatunk.
Az egyik tavacska partján hatalmas mocsárciprusra leszünk figyelmesek. Cseppkő alakú légzőgyökreinek köszönhetően képes fennmaradni a vizenyős, mocsaras területeken. Minden évszakban gyönyörű a füvészkert, de talán július végén, augusztus első felében érdemes ide a leginkább ellátogatni. A kert tavacskáin ekkor virágzik a gyönyörű indiai lótusz, melynek tiszteletére minden év július utolsó hétvégéjén lótusznapokat is szoktak tartani. A dél-délkelet-Ázsiában és Észak-Ausztráliában őshonos növényt már az 1950-es években telepítették be a füvészkertbe. Itt az iszapba visszahúzódott gyöktörzsei miatt a vastag jég alatt is veszélytelenül áttelel. A lótusz az ősi keleti vallásokban a megtisztulás és az újjászületés jelképe. Virága a buddhizmus egyik fő szimbóluma. Több ázsiai országban is fogyasztják süteményként, gyöktörzséből főzeléket készítenek, tejnedve pedig gyógyászati célokat szolgál. A gátra visszakapaszkodva jó ideig a Tisza folyását kell követnünk déli irányban. A gát tövében egyszer csak rózsaültetvényre leszünk figyelmesek, mely jelzi, hogy a Szegedhez tartozó szőreg közelében vagyunk. A szőregiek a 19. század második felében kezdtek rózsatermesztéssel foglalkozni, és ma már a Magyarországon termesztett rózsa 98%-a erről a környékről származik. Minden év június végén rózsafesztivált is szoktak rendezni Szőregen. Bud Spencer és Terence Hill film rajongóknak ismerősen csenghet Joe Buckner neve. 1950-ben Kreul József néven született Szőregen. Az 1956-os forradalom után hagyta el szüleivel az országot, előbb Angliában, később Ausztráliában telepedett le. Az 1970-es években profi ökölvívóként boxolt, a kor nagyjaival, többek között Muhammad Alival is. 83 mérkőzéséből 69-ben győztesként került ki. Négy Bud Spencer filmben is szerepelt. Az Én a vízilovakkal vagyok című filmben Jack Hammer Ormondként Bud Spencer és Terence Hill legkeményebb ellenfele volt. Több mint 5 kilométert kellett haladnunk a gáton, mire egy rossz minőségű aszfaltúthoz érve elindultunk Tisza-sziget felé. A falu előtt nem sokkal egy jól járható földútra térünk, melyen hamarosan megérkezünk kitérünk másik fontos állomására. Megérkeztünk a Tisza-szigeti mélyponthoz. 75,8 méteres magasságával ez a hely számított Magyarország legmélyebb pontjának, ahol kopjafát állítottak és pihenőhelyet létesítettek. A 2007-es mérések viszont igazolták, hogy ez a pont 76,7 méteren fekszik, és a hivatalos mélypont így a Tisza túloldalára, Gyálarét környékére került át. A kopjafán látható Magyarország térképen pontokkal jelölték be hazánk legalacsonyabb, legmagasabb, legészakibb, legdélebbi, legkeletibb és legnyugatibb pontját, valamint az ország közepét. Alföldi vándorlásunk során Baja belvárosában, és itt voltunk a legdélebben, és talán itt közelítettünk meg legjobban a szerb határt. A határ innen körülbelül 3 kilométerre van. Nagy, mélypontokat felkereső kitérőnk végéhez értünk, Tisza-szigeten. Viszont ha már gyalogosan érintettük Szeged belvárosát, nem térhetünk vissza a kék túraútvonalához anélkül, hogy ne ismerkednénk meg jobban az Alföld egyik leghangulatosabb városával. 2023. július 29-én Zákányszékre tértünk vissza, hogy folytassuk az utat a kéken. Bordányban rendkívül süppedő homokos kösvényeken gyalogoltunk át,
sokszor hatalmas barackültetvények közt. Bordány után, Zsombó felé haladva, már jobban járható utakon gyalogoltunk. Zsombó után egy halastavat mellőzve érkeztünk az M5-ös autópályához. Rövid ideig párhuzamosan haladtunk az autópálya mellett, majd átkelve az M5-ösön hamarosan Szatymazra érkeztünk. A szatymazi vasútállomásnál ismét megszakítottuk a kék túrát. Szatymazról augusztus 11-én indultunk tovább, de ezúttal kitérőként Szeged felé. János szállást is elhagyva hamarosan kereszteztük az M43-as autópályát, ahol érintettük vándorútunk 400. kilométerét. A Szegedhez tartozó Kiskundorozsmán elsősorban egy szélmalommal ismerkedtünk. Dorozsma után igen sokáig a Mattyér-Fehértói csatorna mentén haladtunk. Mellőztük a Szegedi Olimpiai Központ evezős pályáját, majd délutára megérkeztünk a Szegedhez tartozó Szent Mihályra. Szent Mihály után keltünk át a Gyálai Holttiszán, majd Gyáraréttől délre a Ludvári dűlőben érintettük Magyarország legmélyebb pontját. Gyálarétnél érkeztünk ki a Tisza partjára, majd sokáig a Tisza gátján haladtunk Szeged irányába. A téli kikötő és a Boszorkány-sziget után a szegedi belvárosnál ért véget gáti menetelésünk. Éjszakánkat a szegedi vasútállomásnál, a Bors apartmanban töltöttük. Másnap kirándulást tettünk a Tiszán túra. A belvárosi hídon keltünk át a Tiszán. Újszegeden kihagyhatatlan látnivaló az egyetemi füvészkert. Szegedet elhagyva ismét a Tisza gátján masíroztunk sokáig. Tisza-sziget közelében elzarándokoltunk a mélypont emlékhelyhez, mely 2007 óta már csak hazánk második legmélyebb pontja. Tisza-szigetre beérve végeztünk mélypontokat is érintő kitérőnkkel. Következő alkalommal még nem térünk vissza a kék túra útvonalához, hanem inkább Szeged városát fogjuk megismerni.